Mindenkinek, hát a tegnapi fából még maradt egy pár karikára való, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálok egy igazi, echte vérkínai piacon kapható láncot, amit egyébként a kínai fűrészekhez is, ilyen flinkéhez, Strausshoz, meg ilyenekhez alapból ilyet adnak, pontosan ezt a fajta láncot. Hát idáig a képen látható Parkside vezetővel elégedetlen voltam, mert mi az, hogy 20 köbméter után kopás jeleit mutatja, 20 erdei köbméter fa felvágása után, meg sorjásodik, meg ilyesmik, meg vetyögni kezd az orrkereke. Amíg láncot nem cseréltem ezen a csodás Garden Master vezetőn, amiben nincsen 10 vágás. Hogy felrakjam ezt a kínai láncot, és döbbenten tapasztaltam, hogy annak egy úszott végig az olajban, kevesebb mint 10 vágás ellenére látható sorjásodás és kopások vannak rajta, tehát gyakorlatilag kenődik az anyaga. A teljesen jó olajzás ellenére, tehát nem olaj nélkül vágtam vele, vagy ilyesmi. Tehát még tudja tetézni a dolgokat, tehát a gyárilag szétnyílt orrkerék, meg az, hogy ferdén el voltak csúszva, ugye 3 darab fémlemezből van, ez pont hegesztve, és el voltak csúszva a lemezek, és nekem kellett itthon házi a síkba köszörülni, hogy egyáltalán használható legyen. Ezután még tud rá dobni, és kiderül, hogy bili acélból van, tehát ez nem mangán acél, meg stb. Ez ilyen kenődős anyag. Úgyhogy átértékelem a dolgot, és azt mondom, hogy a Parkside vezetővel ezek után mégiscsak elégedett vagyok. Úgy közel a 30 köbméterhez kezdi letenni végleg a lantot, de már egy láncon túl van. Mondjuk két láncot már nem fog kibírni, mert olyan lötyögés van az orrkerékben, meg olyan sorjásodások vannak rajta, meg kopások, hogy én nem fogok már még egy láncot elhasználni vele. De a Garden Master vezető most megkapta a hozzám méltó láncot, amiben 3 vágás van, tehát gyárilag nem volt éles, nekem 2-t kellett tolni minden szemen, hogy legalább éle legyen neki. Elvileg most még megvan az éle. 3 darab vágás után. A tartosságáról én nagyon nem tudok nyilatkozni, azt így meg tudom satszolni, hogy nem igazán lesz éltartó lánc, amilyen anyagból van. De megnézzük, hogy milyen gyorsan lehet vele vágni így az LPX után. Tehát az LPX-ről lehet tudni, hogy 22 másodperc alatt sikerült neki elvágni ezt a 40 centis fát. Hát majd most kiderül, hogy ez egy ilyen igazi vérkínai lánc. Tudom is, hogy ez mire lesz képes. Ez egy 76 szemes. Hát olyan lánc, amikor kimész a piacra, és hát testvérem, hát neked csak 4000. Hát ez az a kategória. Csak hogy mondom, hogy egy 64 szemes Robit szuperlánc az 6000 forint. Az ilyen szar hulladék szemetekért most már 5000 forintot elkérnek egy ilyen hulladékvezetőért, két ilyen láncért. Szerintem nem igazán biznisz. Akkor inkább vegyen az ember egy stílláncot, mint két ilyen szart egy ilyen hulladékvezetővel, ami nem ér semmit. Na hát akkor nézzük meg, hogy teljesít ez a lánc, hát legalább a vágási sebességét. Nézzük meg, hogy mit tud az LPX után. All right.
Hát visszanéztem az időket, és hát számottevően nem vágossabban, mint az LPX lens, tehát hihetetlen. De nem vágossabban. Viszont rángatja a fűrészt, ugye terheli is keményen, meg rád az ember kezét, tehát nem olyan kényelmes van a vágó, mint az LPX lánccal. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy használható, bár mondjuk az éltartóságáról nem tudok semmit nyilatkozni, mert néhány vágás van benne, de nekem azért nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban. Hát igen, látható, hogy hullámosan vág, tehát nem tudom mennyire látszik, de az ember végig hozza a közét, ez nagyon, nagyon hullámos, 41 cm átmérés a látéteket gyártott. Ez a legtipikusabb kínai, lánc, tehát ez a, nem tudom, mondom, mindenki fölismeri. Ilyet lehet kapni legtöbb esetben, az ilyen lánc szettekben is. De végül is úgy tűnik, hogy használható, bár nem akarom elkiabálni, tehát lehet, szerintem lehet egy köbméter fát nem bír ki.